Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Zsolt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témája következők. Augusztus 20-ai városi ünnepség. Filmkártya és társasjáték bemutató. Klumecki Ildikó Kerámia művész kiállítása. Horgásztábor a Vadkerti tónál. Augusztus 20-án ünnepi program és családi nap várta a zsoltvadkertieket a belvárosban. Mi is ott jártunk kameránkkal. Tisztelettel felkérem dr. Varga Judit igazságügyi miniszterasszonyt, Zsoltvadkert város díszvendégét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselő urak, tisztelt plébános úr, tisztelt hölgyeim és uraim, és kedves zsoltvadkertiek! Ős történetünk szerint közel 12 évszázaddal ezelőtt emesének, a magyarok ősanyjának volt egy álma. Fiút szül, aki népét nyugatra vezetve új hazára lel. S valóban fia született, akit a rejtéles látomás után álmosnak nevezett el. A jóslat majd 200 év alatt teljesedett be. Álmos, Árpád, Géza, végül István voltak azok, akik mindig egy lépéssel közelebb vitték a kalandozó magyarságot ahhoz, hogy megtalálja lakóhelyét a világban, letelepedjen és egységes nemzetté váljon. Nemzedékek bátorsága, eltökéltsége, jó helyzetfelismerő képessége kellett ahhoz, hogy emese álma valóság legyen, és itt, a Kárpát-medence szívében 1021 évvel ezelőtt megalakuljon a Magyar Királyság. Ennek a történelmi eseménynek a jelképes napja augusztus 20-a, amely különleges minden magyar ember életében. Ez a nap országunk születésnapja, államiságunk ünnepe, István királyunk szenti avatásának dátuma, és alkalom arra is, hogy újra emese megvalósult álmára emlékezzünk. Ezen a napon szenteljük meg az új kenyeret, hálával gondolva az aratás bőségére, hiszen tudjuk, ha kenyér van, minden van. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az elmúlt időszak valamennyünket próbára tett, és így vagy úgy, de megnehezítette a hétköznapjainkat. Kevesebbet találkozhattunk szeretteinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Tavaly ilyenkor elmaradtak az ünnepségek is, nem volt lehetőségünk összejönni, köszönteni egymást, emlékezni, ezért talán ma még jobban értékelhetjük az ünnepeinket, és nem csoda, ha olykor úgy érezzük, ahogy annak idején József Attila érezte, úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. Éppen ezért különösen nagy öröm számomra, hogy én ma itt lehetek önökkel. Köszönöm polgármester úrnak a meghívást, köszönöm a város vendégszeretetét, és remélem lesz időm megcsodálni még Zsoltvadkert kincseit, értékeit. Tisztelt ünneplő közösség! Szent István király döntése ma is meghatározza Magyarország helyét Európában és a világban. Döntése nem kevesebbről szólt, mint arról, hogy elfogadva a római pápa fennhatóságát, népét a keresztény kultúrkör részévé teszi-e, vagy az a keleti pogányság zűrzavarában oldódik fel. Innen visszatekintve tudjuk, hogy első királyunk jó döntést hozott. Ahogyan azt az alaptörvényünk nemzeti hitvallása is hirdeti, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Uralkodásának kezdetén meg kellett küzdenie a trónért, később külső betörőktől kellett megvédenie a független magyar királyságot,
létre kellett hoznia a fennmaradáshoz elengedhetetlen közjogi rendet, és biztosítania kellett a keresztény megtartását. Ennek a tekintélyes államférfiúi feladatnak a véghezvitele során bizonyára többször elfogta a kételj, hogy munkája gyümölcse beírik-e valaha is, vagy az az enyészet martalékává válik. Nincs ez másként ma sem. A fülsüketítő hangzavarban bennünk is kétség merülhet fel, hogy vajon helyes-e az út, amit választottunk. Bár a kívülről jövő kritika, a támadás, a vádaskodás lassan a mindennapjaink részévé válik, mi magyarok az önkény helyett mindig is a szabad akaratot választottuk. Hiába próbálják ránk aggatni a különutas vagy a fekete bárány jelzőket, mi, ahogyan a történelem során mindig is, szeretünk a saját sorsunk felől saját magunk dönteni. Meghallgatjuk a másik felet, és tiszteletben tartjuk annak álláspontját, de azt nem fogadjuk el, hogy akaratunkat elnyomják, értékeinket relativizálják, vagy idegen eszméket erőltessenek ránk. Mi fontosnak tartjuk keresztény tradíciónk és kultúránk megtartását, önazonosságunk védelmét, nemzetünk szellemi és lelki egységének ápolását. Ilyen egyszerű ez. Fontosnak tartjuk családjaink támogatását, gyermekeink védelmezését és őseink tiszteletét. Büszke európaiként hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez. Ez az öntudat, ez a Szent Istváni hagyaték az, amely lehetővé tette számunkra, hogy egy évezreden keresztül fönnmaradjunk és tovább gyarapodjunk. Vas Albert írta egykor, mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Az erdélyi író mondata a magyar sorstörténet mottója is lehetne, hiszen hajlunk rá, hogy a nehezebb utat válasszuk. Mert tudjuk, hogy a könnyebb út nem mindig a helyes út, mert a völgybe szaladó lejtő sosem visz fel a hegytetőre. Szent István királyunk olyan államot alapított, amely egészen a 21. századig ívelő történetében rengeteg vihart, válságot élt át. Már csak néhány év, és a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. 20 év múlva pedig a Muhi csatának a 800 éves fordulója fog beköszönteni. Akik győzedelmesen megünnepelhetnék ezeket a nagyszabású évfordulókat, azok már nincsenek fenn a politikai térképeken. A több kontinensre kiterjedő ottomán birodalom már nem létezik, a tatár hódítóknak is nyoma veszett, és ugyanígy vált semmivé a Habsburg birodalom és a Szovjetunió. Hajdan volt ellenfeleinket, elvitte a történelem szele, és mi, vesztes csatáink ellenére is, mégis itt vagyunk. A tisztesség kedvéért számon tartjuk helyettük is a vereségeinket, mert ugyanúgy hozzátartoznak az életünkhöz, mint a győzelmeink, és mert súlyos következményeik mindig mélyebb tanítást is hordoztak számunkra. Tisztelt hölgyeim és uraim! Bár Szent István királyunk akkor még nem tudhatta, döntésével máighatóan alakította sorsunkat. A sors, amely nem mindig volt kegyes a magyarokhoz, kovácsolta nemzeti büszkeségünket és öntudatunkat, valamint kialakította bennünk az élni akarás, a túlélés ösztönét és a szabadság iránti vágyat. Ezek az ösztönök, vágyak formálják ma is azt az akaratot, amellyel ellent tudunk állni az újkori népvándorlásnak, a nyugati önpusztító ideológiáknak és egyes brüsszeli birodalmi törekvéseknek. Kedves Soltvadkerti ünneplő közösség! Míg a jelen és a közelmúlt eseményeiről könnyen tájékozódhatunk, hiszen internetes, digitalizált világunkban a képek dömpingszerűen örökítik meg a történéseket, addig a múltat, a régmúltat csak szűkszavú emlékek, erekjék, régészeti, töredékes régészeti emlékek, régi kódexek és múzeumok őrzik. Míg a mai napig a közszereplők hétköznapai a szemünk elét bontakoznak ki, addig a múlt szereplőinek arcvonásait sokszor csak a művészek fantáziájának köszönhetően ismerjük. Ebből a szemszögből a történelmi múlt távolinak, a hajdani bátor hősök életműve hatalmasnak, nem evilágilag tűnik számunkra. Mégis, Szent István király öröksége mélyen benne él a hétköznapjainkban. Nevéhez fűződik első törvénykönyvünk, mely szabályokat adott,
és állandóságot hozott a korábban vándorló, portyázó életmódhoz szokott magyar népnek. Törvénybe foglalta, hogy 10 falu építsen egy templomot, tartsák meg a vasárnapot és az ünnepeket. A magyar táj máig őrzi ennek a törvénynek a nyomát. Ha a látóhatáron feltűnik egy templom, tudjuk, hogy ott egy erős magyar közösség él. Van gazdaság, van kultúra, és van hit, tehát van élet. A mai életünk, értékrendünk, európaiságunk a Szent Istváni törvényekből is ered. Ezt az értékrendet, kultúrát, nyelvet szeretnénk még legalább 1000 esztendeig megőrizni, itt, a Kárpátok ölelésében. Az államalapítás ünnepén a Szent Istváni eszméket és értékeket ünnepeljük, de egyre fontosabbá válik, hogy ne csak ünnepeljünk, hanem meg is éljük, fenn is tartsuk, és át is adjuk őket a következő nemzedékeknek. Hiszen Márai Sándor szavaival élve, életünk a haza életének egy pillanata is. Magyarország most van, de rajtunk múlik, hogy a jövőben lesz-e. Hátunk mögött a múlt tanítása, és szemünk előtt a jövő reménye. Most ismét rajtunk, magyarokon a sor, hogy eldöntsük, hogy megőrizzük-e a Magyarországot úgy, ahogy most van, vagy hagyjuk, hogy múló szellemi áramlatok, idegen ideológiák zúzzák szét nemzetünket és nemzetünk erős szövetét, családjainkat. Önök a támaszték és a védelem. Önök nélkül ez a küzdelem nem nyerhető meg. Köszönöm eddigi támogatásukat és a hazáért való kiállásukat, és a Szentbeszédből kölcsönzött képpel én is szeretnék élni. Érezzük magunkat kolibrinak, Magyarország egy kolibri, amely a maga vízcsepét hozzáteszi értékeink, kultúránk megőrzéséhez, Európánk, keresztény Európánk megőrzéséhez. Isten éltesse Önöket, Isten éltesse Magyarországot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Augusztus 20-án a Gyöngyház Kulturális Központ színház termében és a díszteremben a Soltvadkerti Image film bemutatójára, a Soltvadkerti alkotók kiállítására, valamint a Soltvadkert város nevezetességei című kártyajáték és a Vadkertító társasjáték bemutatására várták az érdeklődőket. Ezen kívül a Vadkertitónál egész nap kreatív és logikai játékok, vizes sportjátékok, koncertek várták a gyerekeket és a felnőtteket. Készült a film, régóta dolgoztok vele, az ötlet születéséről, ha mesélné nekem. Az volt az elgondolásunk, hogy valahogyan szeretnénk Soltvadkertvárost bemutatni egy picit a fiatalokon keresztül, hogy vannak itt lehetőségek, vannak olyan fiatalok, akik lendületesek, szeretnének valamit, és az üzenete leginkább a filmnek az, ami Lipták Andor és Kurt Szandi klipjének is az üzenete, hogy éld meg, hogy hálásak lenni azért, amit kaptunk, amink van, és reménységgel tekinteni a jövőbe, és örülni annak, hogy ha szeretnek valahol, és ezt szeretnénk üzenni ezzel a filmmel, hogy van, aki hazaválja ide, Soltvadkertre a fiatalokat, akár itt élnek még, akár elmentek, és hogy bármi is történik, ne feledjék azt, hogy itt van az otthonuk, itt van lehetőségük arra, hogy a család melegében együtt legyenek a szülőkkel, nagyszülőkkel, illetve hogy új családot, saját családot alapítsanak, és mindemellett barátokkal találkozzanak, és jól érezzék magukat ebben a városban. Egy kicsit, ha mesélnél arról a folyamatról, amíg ez a film elkészült. Volt egy elképzelésünk, ami valami miatt kicsit megbicsaklott, és utána gondolkodtunk, hogy hogyan is tudnánk megvalósítani azt, amit szeretnénk. Ez egy másik vonulata, ez a film, az eredeti tervnek, de
megszólított minket az a film, illetve a klip, amit Kurt Sanditól és Lipták Andortól láttunk, és az üzenete, a szövege is abszolút olyan, amivel tudtunk, és azt gondolom, hogy nagyon sokan tudnak azonosulni. Ezért építkeztünk erre a klipre. Találkoztunk Szandival és Andorral, és megbeszéltük, hogy szeretnénk őket megnyerni arra, hogy hozzájáruljanak, hogy az ő számukat felhasználhassuk, és születhessen egy soltvadkerti kisfilm. Annál is inkább, ugye, hogy Kurt Sandi soltvadkerti származású, és ezzel a filmmel többek között azt is szeretnénk üzenni. Van egy ilyen része a klipnek is, a dalnak, hogy csillagok születnek, birodalmak hullnak. Hogy igen, egy ilyen kisvárosból is születhetnek csillagok, van nagyon sok sportoló csillag, előadó művészet terén is, itt van Kurt Sandi példája, illetve nagyon sok tehetséges ember, zenész is van, aki a városban él, illetve aki a városból származik, és viszi Soltvadkert jó hírét. A szereplők önként jelentkeztek erre a feladatra, ugye? A szereplők önként jelentkeztek, nagy szerepe volt ebben a szervezésben minden munkatársnak. A képviselőtestület részéről dr. Posgai Bogdárka vetette bele magát ebbe a szervezésbe nagy örömmel és lelkesedéssel. A szülőknek is nagy köszönettel tartozunk, hiszen ők is társaink voltak abban, hogy a gyerekeket meggyőzték arról, hogy ez egy nagy lehetőség, már akit kellett, és Zsikla Jutka volt a másik motorja ennek a szervezésnek, és Laciné Ritter Andrea, akik megmozgatták az ismeretségi körüket, és támogatták ezt az elgondolást, ezt az elképzelést, mert hogy a forgatókönyvet sokaknak megmutattam, hogy hogyan szeretnénk építkezni ebben a filmben, és így magukénak érezték, tudták, és megértették ennek az elképzelésnek a célját. Már régóta olvasni a közösségi oldalon a Soltvadkert kártyáról. Egy kicsit, ha mesélnén nekem erről, mondjuk az ötlet születésétől kezdve. A soltvadkerti helytörténeti sétát már Végrádi Andor évekkel ezelőtt eltervezte, vagy kialakította, és most lehetőség volt, hogy a helyi közösségek fejlesztése pályázatból, hogy megvalósítsuk ezt a kártyajátékot, és ez a helytörténeti séta adja az alapját. Tehát a soltvadkerti szobrokat, épületeket, gyűjteményeket hivatott bemutatni, és akkor egy ilyen játék is készült hozzá. Ugye az egyik oldalon képek vannak, a másik oldalon meg leírások. Gondolom azt a célt szolgálja, hogy megismertesse az itt lévőkkel, az itt élőkkel, vagy akik ide jönnek, azokkal a város. 70 kártyalapból áll ez a játék. Ugye, ahogy említetted, az egyik oldalán a gyűjtemény vagy épületnek a képe, a másik oldalán a leírása. És ugye ezek a kártyák sorszámozva vannak, tehát hogyha valaki az elsőtől elindul, akkor mint egy idegenvezetői szerepet betöltve meg lehet csinálni önállóan a helytörténeti sétát. És akkor ugye a leírás is már ott van, hogy mit láthatnak annál az épületnél, szobornál, ki készítette, mikor, és a lényeges dolgokat. Ugye a kártyán, a képek sarkában van egy jel, és négy egyforma jel tartozik egy kvartethez, és ez a játék lényege, amikor mondjuk kártyajátékot játszanak vele. Ötféle játék lehetőség van a helytörténeti kártyajátékkal, tehát igen, ahogy említetted, van a kártyák sarkában ugye egy-egy kis jel, ami gyűjtemény, épület, vagy bármi szobort jelképez, és akkor négy, általában a játékokban négy egyformát kell összegyűjteni, ami kiad egy kvartettet. De ahogy említettem is, ötféle játék lehetőség van, plusz ugye még a helytörténeti séta. Így végül Soltvadkertet teljes mértékben meg lehet ismerni a kártyajátékkal, vagy alapján. Mondjuk én kezembe fogom a kártyapaklit, és elkezdem az egyes kártyalaptól. Honnan indulok?
Úgy tudom, hogy az önkormányzattól, tehát a Városháza az első, de pontosan a helytörténeti séta útvonalát ezt Ador tudna elmondani, és akkor haladunk végig. Tehát egész a Vadkerti tó is benne van, ugye ott is a Fekete Villa, a sétány hátul kilátó, tehát azt is körbe lehet járni. Van egy rövidebb séta lehetőség, és ugye akkor csak a városban egészen ki az állomásig. És hogy lehet ez a kártyához hozzájutni? Ezt a kártyát jelen pillanatban előrendelni lehet. Ha valaki szeretné megnézni, akkor itt a Gyöngyház Kulturális Központban meg tudja nézni, meg tudjuk mutatni, ki is lehet akár a könyvtárban próbálni, és hogyha szeretné megvásárolni, akkor felírjuk, hogy szeretne egy darabot, két darabot, és akkor amikor elkészül, akkor annyi darab, akkor értesítjük őket. Az ajándéknak is remek lehet. Igen, ez egy nagyon jó ajándék, és ugye sokan abból a célból is szeretnék majd ezt megvásárolni. A Pálinka Patika és Vinotéka rendezvény termében kiállítás nyílt az egyik legnagyobb korszakos magyar kerámia művész Klumecki Ildikó alkotásaiból. A kiállítás augusztus 28-a 17 óráig tekinthető meg. Nagyon szépek ezek az alkotások. Mutassunk be közülük néhányat, mit kell tudni az egyes alkotásokról. Ami leginkább itt tetszett a vendégeknek, az a sárga és a zöld butélia. Ezekről leginkább azt kell tudni, hogy a pálinka készítéshez és a bor készítéshez szükséges eszközök, illetve üvegekről van szó. Ez leginkább ilyen hagyományos úton készült butéliák. A színhasználatuk is szerintem nagyon érdekes, mert leginkább a mi színhasználatunkhoz lehet hasonlítani. Ami még inkább egy kicsit modernebb, az a 12 ágú gyertyatartó. Ez egy nagyon részletes munkáról van szó, és ez már leginkább modernebb a színhasználatban is ugyanúgy látszódik. Ezen kívül nem csak modernnek lehet titulálni, hanem egy kicsit hagyományosabbnak is, a régi korokat is felidézi ezen kívül. És még, ami szintén fontosabbak, az adventi tálak is, azok leginkább moderniségek szintén, és hagyományos úton is, hagyományosabb is leginkább. Nem csak adventi tálaknak lehet leginkább használni, hanem ugyanúgy karácsonyra is ki lehet tenni, illetve a húsvéti tálnak is ugyanúgy lehet használni, szóval több funkcionális. Ott hátul pedig egy komplet étkészlet van, jól látom? Igen, elhoztunk 28 darabos étkészletet is. Itt magába foglal több edényt is, mélytányérokat, lapos tányérokat, só és borstartót, és egy hatalmas nagy fazekat is. Ez leginkább modernebb készítmény. Akkor még egy kicsit a művészre térjünk vissza. Én azt olvastam a kiállítás megnyitó meghívóján, hogy Magyarország egyik legnagyobb kerámikus művésze. Egy kicsit, ha őt bemutatná. Klumecki Ildikóról beszélünk. Ő 1956-ban született Szolnokon, és Mezőtúron tanulta ki ezt a fazekasságot és a kerámikusságot. Ő több helyen is megfordult, és nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján is, mint például Olaszországban, Angliában, Németországban is ugyanúgy készített kerámia kiállításokat ugyanúgy. Vásárokon is többszörösen is részt vett, mint például a keceli virágkiállításon is. Több díjat is elnyert, ezek közül ami a legfontosabb és a legnemesebb díj, az a Magyar Bronz Érdemkereszt. Leginkább ezt lehet tudni Klumecki Ildikóról. Egy nagyon barátságos és nagyon rendes nőről van szó, aki rugalmas. Akkor most néhány gyakorlati tudnivaló. Mi most megcsodáltuk itt ezeket a gyönyörűségeket, de ha mondjuk most valaki látja ezt a beszélgetést és szeretné megnézni, akkor van rá lehetősége, vagy lesz? Igen, meg lehet ezt természetesen tekinteni. Ez a kiállítás két héten keresztül tart, szóval augusztus 28-áig lehet megtekinteni, és a mi boltunk nyitva tartásakor, amit azt kell tudni, hogy kettől egészen szombatig vagyunk nyitva, és várjuk a kedves nézőket, hogy tekintsék meg a kerámiákat és a munkákat. És vannak további tervek? Vagy ez még alakulóban?
Vannak szintén terveink, leginkább szeptemberre is a Szüreti Fesztiválra is már kitaláltunk egy régiség kiállítást. További terveink között még szerepel, hogy októberben vannak ismerőseim, akik vállalkozóként dolgoznak, de ugyanúgy művészekként is, szabadúszók, festők, grafikusok, kreatív kiállítók is vannak közöttük, és leginkább velük szeretnék majd egy kreatív kiállítást szervezni. Ezen kívül novemberre is már lenne még egy kerámia kiállítás, még kérdéses, hogy ki lenne az, akinek a munkáit várnánk, de mindenféleképpen azt is már tudni fogjuk legkésőbb, októberig már eldől ez a dolog. A Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület idén is meghirdette nyári ifjúsági horgásztáborát, amelynek keretében két nyári turnusban várták a fiatalokat a programokra. A nyár első horgásztábora július 5-től 9-ig, a második pedig augusztus 2-től 6-ig tartotta a Vadkerti tónál a közösségi kiülő előtti versenypálya szakaszon. A Horgász Egyesület második táborát szervezte meg idén nyáron a Vadkerti tónál. Mit lehet erről tudni, hogyan állt össze a kép, a program erre a hétre, hiszen azért már van tapasztalatotok abban, hogyan kell megszervezni gyermekek részére egy tábort. Valóban ez idén a második táborunk. Tulajdonképpen az Egyesület életében ez a 9. tábor már. Nyilvánvaló, így már elég sok tapasztalatot összeszedtünk, de viszont egyre magasabb színvonalon szeretnénk csinálni a táboroztatást és az oktatást, ezért most szerencsénkre az új elnökségben egy versenyhorgász is elnökségi tag lett, aki az ifjúsági felelőssé lesz kinevezve, mivel még az alakulülés nem volt meg, így el kell ezt mondanom. Ő nagyon színvonalas bemutatókat tud tartani, azt látjuk viszont, hogy a korosztály szelekciót kell csinálni a gyerekek közt, mivel vannak nagyon kezdők és vannak fejlődők. Na most ahhoz, hogy az Egyesületnek ezek a táborok megfelelő építést adjanak, úgy horgásztudásban, úgy tagságban, ahhoz nagyon szükséges lenne az, hogy a haladó horgász gyerekek azok egy másik foglalkozáson vegyenek részt, akár egy másik táborban. Így valószínűleg jövőre már szét lesz választva a fiatal korosztály és az idősebb korosztály. Most hány évesek vannak a táborban, és hányan jöttek el erre a második táborra? Hát érdekes számot fogok mondani, ugyanis az 5 éves kortól vannak a 13 éves korig. És itt a tudásban ez ugyanígy sajnos mutatkozik, hogy vannak, akik abszolút kezdők, sőt, véleményem szerint nem is alkalmasak arra, hogy horgásztáborban vegyenek részt, de hát hogyha felvállaltuk, akkor ezt végig kell csinálnunk. Szerintünk kell csinálni bébi horgásztábort is. Ki a táborvezető, hogyan állt össze az a szakmai stáb háttér személyzetileg, aki biztosítja itt a programokat és a hátteret? Balogh Kálmán a táborvezető, ő a országos versenyhorgász, aki tartja a tábort. A személyzet az pedig az elnökségből állt össze és a segítő tagokból. Hála Istennek azért mindenki érzi azt, akit megkérünk, illetve többsége, nem mindenki, azért ezt hangsúlyozom, többsége érzi az embereknek, akit megkérünk arra, hogy szükség van erre a táborokra. Vannak fiatalok, vannak idősebbek, van, aki a horgászatban segít, a horgászszerelékek elkészítésében, van, aki az étkeztetésben segít, a halőreink segítenek. Hát szépen össze van állítva, megint visszautalok arra, hogy a több éves tapasztalatból eredően van már ez, bár ebben is változtatást kell csinálni, hiszen azért az elnökségnek ez nagyon nagy teher, és ezért valószínűleg, hogy a jövőben már fizetett segítőket fogunk alkalmazni, hogy biztonságban legyenek a gyerekek, mint ahogy most is látjuk, hogy borús, felhős idő van, villámlós idő van, a gyerekeket ilyenkor nyilvánvaló be kell hozni, ezért is jó ez a közösségi helyünk, ami van. De ugye ilyenkor le kellene kötni őket valamivel, illetve le is fogjuk kötni, nincs ezzel probléma, le is fogjuk kötni, de ehhez viszont több személyzet kell. A parton viszont óriási figyelem kell nekik, hiszen horog, megszúrás, törpeharcsa fogás, amit nem mernek hozzányúlni a harcsához. Tehát sok segítségre van és lenne szükség.
Hogyan zajlott le egy nap, és milyen programok voltak? A tematikájáról mondanál-e valamit a hétnek? A tematikát azt mi hiába állítjuk össze, hiszen az időjárás nagyon meghatározza, hogy mivel kell, hogy kezdjük a napot. Minden reggel 8 órától fél 9-ig van a gyülekező, és 3 óráig tart. Délbe van egy ebéd. Az, hogy milyen sorrendben jönnek a programok, az meghatározza azt, hogy mekkora kánikula van, ugyanis most a héten azt kellett csinálnunk a mai napig, hogy minden reggel 8-tól elkezdődik a horgászat, és amikor melegszik az idő, akkor jön az elméleti oktatás. Most a mai napon viszont szerencsénkre, hogy egy kicsit hűvösebb idő van, így egy parti előadást lehetett tartani a gyerekeknek, ami nagyon színvonalasra sikerült, ahogy láttam, észre vettem, és élvezték a gyerekek. Voltak-e fogások? A gyermekek gondolom horgáztak egész héten. Milyenek a tapasztalatok? Igen. Meglepő, mert ilyen 1 kg 20 dekás pontyokat is fogtak ki, de a gyerekek, ugye nem a oktató, nyilván az oktató is fogott, de a gyerekek is nagyon szép pontyokat fogtak. Jellemzően azért keszek, törpe, harcsa, kárászfogás is volt, és 1 kg 20 dekás pontyot is fogtak, nem is egyet a gyerekek. A tóról tudsz-e valami friss hírt mondani esetleg? Voltak-e nagyobb fogások az elmúlt időszakban, vagy itt a nyár során? Az elmúlt napokban történt, igen, egy 30 kilós busa fogás, amit nyilvánvaló, hogy el kellett, hogy vigyen a horgász, remélem el is vittem. Utólag értesültem róla, a busa nem kívánatos hal a vízben, de tegnap viszont láttam azt, hogy egy 6,2 kilós pontyot is fogtak, nagyon szép, még nincs fent a Facebook oldalunkon, de rövidesen fel lesz téve. Hát szép halakat fognak. Jellemzően azért a legnagyobb halaink, amit látunk pontyból, az olyan 10-12 kiló körüli, amit kifognak. Lehet, hogy van benne nagyobb is, de ezek, és ezt úgy rendszeresen, ütemesen kifogják az emberek, nem túl sok van benne. Az a néhány élményhorgász, akinek szükséges az, hogy fényképezkedjen a hallal, büszkeségünkre, azt azért forognak a halak, azt kifogják sűrűn. De viszont halállomány az nagyon szép van a vízben, és ez nagyon lényeges, hogy fogható a hal. Nagyon sok helyben nevelt ponty van a vízben, mivel 2017-ben 35 ezer darab 8-10 dekás pontyot, egynyaras pontyot telepítettünk, azok most elérték azt a 80 deka 1,2 kiló súlyt. Ezek jó kis fogások, de ugye nem elvihető hal, és ez az egyesületnek a legjobb befektetés mindig, mert a tó neveli fel a halat, nem pedig megvesszük azt a méretű halat, amit holnap el lehet vinni. Említetted a nagy fogásokat, esetleg az egyesületnél van-e rekordtáblázlat, vagy terveztek-e ilyet? Hát most az új elnökség, ugye, ahogy említettem, még az alakulülés nem volt meg, mivel a törvényszéki bejegyzés meg nem történt meg, uborka szezon van a törvényszéken. Vannak ilyen terveink, igen. Sőt, van olyan tervünk is, hogy akár versenycsapatot is fogunk létrehozni, de ez a jövő zenéje még, nyilván, hogy az elnökségnek úgy kell hozzáállni, meg hát el kell dönteni azt, hogy mennyi pénzt szánunk erre, mennyi támogatást kapunk erre, de azt is tudni kell, hogy ha viszont ilyen fogunk tenni, vagy létrehozzuk ezt a dolgot, akkor a MOHOZ-tól is akár lehet pályázni ilyen versenysport horgászatra. Igaz, hogy a mi egyesületünk az nem sporthorgász egyesület, tehát, de ezért sportszerűen lehet csinálni ezt. Büszkék lennénk, arra lenne ilyen csapatunk, akár ifi csapat is szeretném elmondani, és ugye ezt alapozzuk ezzel ezt a dolgot. Táborvezetőként hogyan állítottad össze az egyhetes tábor szakmai programját? Hát ez a tábor egy sokkal nehezebb tábor volt, mint az előző tábor. A gyermekek életkorát tekintve már ugye 4 éves kortól van itt gyermek, hát őt azért még nem annyira lehet lekötni, próbáltunk most is horgot kötni. Akkor ma volt nekik egy versenybemutató, hogy hogyan horgászom, ezt minden egyes esetben meg szoktam tartani. Úgy gondolom, hogy ez köti le őket a legjobban. Hogyan haladtok esetleg a kötéseket, szerelékeket, hogyan tudják összerakni itt a gyermekek? A tábor végére szakmailag mennyit tudnak fejlődni? Hogyan látod ezt? Hát szakmailag azért próbálgatjuk őket fejleszteni, de ugye minden gyermek más. Valakit nagyon érdekel ez a horgászat, valakit pedig azért nem annyira, csak eljött megnézni, hogy milyen ez a tábor.
Most is azt mondanám, hogy ugye most egy eléggé esős időjárás jött ránk, viharral így a gyerekeket behoztuk, leültettük őket, és akkor a 22 gyerekből körülbelül 5 jött oda, hogy szeretne szereléket készíteni. Ez szerintem ez az arány ez elég jól mutatja a gyermekek érdeklődését sajnos a horgászat iránt még. Milyen szerelékekkel, milyen botokkal, készségekkel dolgoztatok a héten? Ez egyértelmű, hogy most is ez a féderes módszer volt elsőprő többségben. Ugye, mint említettem is az előző tábornál is, hogy ezt sugallja feléjük a média, hogy ezzel lehet a legtöbb halat fogni, így ők is ezzel szeretnének minél nagyobb halakat fogni, és ezért ebben a módszerrel horgásznak leginkább. Csaliban mit használtatok, etetőanyagban esetleg van-e, ami számodra hasznos, illetve te használod és sikeresen tudod használni, ezeket alkalmazod, vagy hogyan tudod bemutatni a gyermekeknek? Hát ugye, mint minden táborunkat, mind a két tábort, mert ugye ez második megszponzorálta egy-egy cég, az előző táborban a Topmix és Special Mix volt az etetőanyag támogató, ugye a mostaniban pedig a Témár Mix és a Maros Mix adta az etetőanyagokat. Én is támogatott horgászként vagyok itt jelen, úgymond én a Special Mix és a Mikado cégek támogatásában horgászom, így a Special Mix termékeiből tudtam nekik olyan csalikat mutatni, amelyeket megfelelően tudnak használni ezen a vizen. A tó vízéhez alkalmazkodva mit tudnál ajánlani esetleg nem csak a táborban résztvevőknek, hanem a horgászoknak általában mi lehet a sikeres a csalik tekintetében, illetve a szerelékek tekintetében? Hát én úgy gondolom, hogy alkalmazkodni kell a vízhez, ezt megmutattam a gyerekeknek a bemutató során is. Nem szabad beleülni a horgászatba, én mindig egy ütemes horgászatot szoktam véghez vinni. Ez az ütem nálam itt éppen egy 3 percet jelentett. Szerencsére azért kapásom volt, ilyen 1 perc múlva, 3 perc alatt szinte a hal is már a szágban volt. Én sokszor az ütemben látom a sikertitkát, nem a csaliban és az etetőanyagban. Fontos itt a tón, vagy általában a vizeken, hogy melyik helyen hol horgász esetleg az, aki a vízpartra kiül? Mindenféleképpen, persze ez a vadkertet, vagy érdekes víz, ez egy nagyon nagy távot lehet rajta horgászni. Kevés víz van ilyen a megyében, sőt az országban is, el is szoktam mondani, hogy ez nagyon alkalmas arra, hogy egy nagy távú horgászatot gyakoroljunk. Itt is azt mondanám, hogy mindenkinek a célja minél bentebb, de ugye nyáron a hal már húzódik kintebb, ezért egy ilyen 40-50 méteres távon is már szép halakat lehet horogra csalni. Neked volt már itt nagy fogásod? Van esetleg rekordod itt a vadkerti tón? A vadkerti tón én az idejében lettem tag, rekordfogásom nincsen, én előrébb valónak látom azt, hogy sokat fogni, ezért ha én kijövök egy 4-5 órás horgászatra, akkor ezt a 10-15-20 darab pontyomat azért meg szoktam fogni rajta. Kedves nézőink, én megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, legközelebb új műsorral a szokott időben, csütörtökön, este 8 órakor a Soltvad Kerti magazinnal jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!